Köszönöm szépen, tisztelt kollégák, érdeklődők megjelentek. Remélem, hogy nem rektor helyettesi minőségemben, hanem én Edit kollégája minőségében vagyok most itt, akivel együtt dolgoztam nagyon sokat. Mindenki ismerte, tudja, hogy Edit egy rendkívül empatikus, mosolygós, nagyon jókedélyű kolléganő volt, és kicsit szomorú ez az esemény nekem, mert emlékeznünk kell, és egyébként viszont egy nagyon szép esemény, mert emlékezhetünk rá. Én azt gondolom, hogy Edit, ahogy megismertem, ő a szakmának a kezdetei óta jelen volt, és nagyon nagy odaadással ápolt ezt a szakterületet, mármint az informatikát, annak különböző részeit, és gondoltam, összeírom a főbb állomásait. Kezdve a művészeti kezdetektől az zongora verseny, amit nyert, de aztán azt gondolom, hogy talán nem Edit személyiséghez nem ez illene, hogy ezt most felsoroljam, hanem valami más. Én azt gondolom, hogy Edit rendkívül odaadó módon tanította ezt a szakmát, szerette, megismertette ezt a szakmát, könyvet írt, és ahogy itt elhangzott, ez az informatikai fórum, amit az utolsó napjaig szervezett lélekkel, szívvel, az volt az ő igazi tevékenysége, az az archívum, amit próbál ránk hagyni, ami kapcsán ma is megnézhetjük, hogy ebben a szakmában ma Magyarországon kik azok, akik tevékenyen részt vettek, kik milyen területen alkottak, adtak hozzá ez a szakmához valamit. Én azt gondolom, hogy Editnek a munkássága ebben, talán ebben a csokorban lehet bemutatni leginkább, és igen, szomorú az esemény, hogy emlékezünk, de én azt gondolom, hogy ma, így megnéztem a programokat, nagyon sok emléket fogunk fölidézni, nagyon sok olyan történetet, amin majd mosolyogni fogunk, amin talán szívből tudunk derülni egy kicsit, és azt gondolom, hogy Edit ennek örülne a legjobban, hogy mi nem szomorkodunk, hanem örömmel emlékezünk rá, hogy kollégánk lehetett, hogy együtt dolgozhattunk, és hogy voltak nagyon sok vidám perceink, értékes perceink. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez a mai, nem is konferencia, nem értekezlet vagy összejövetel, ez ennek fényében fog, vagy ennek égisze alatt fog lezajlani, és mindannyian egy kicsivel többek leszünk, amikor majd kimegyünk ebbe a teremből, egy kicsivel több kellemes emléket fogunk tudni magunkkal vinni Editről, és ennek én biztosan tudom, hogy ha Edit ezt látja, akkor ennek most így nagyon örül. Köszönöm szépen!